Itt állunk a negyedik állvány előtt, ahol egy különleges talajtípusról beszélhetünk, ők az úgynevezett pangóvizes talajaink. Ilyen, hogy pangóvizes talajtípus, mint főtípus nem létezik a magyar talajosztályozásban, egy típusunk van, a pangóvizes barna erdőtalaj, vagy pseudogleis barna erdőtalaj, így is úgy is hívják, ugyanazt a talajtípust jelenti. Ez annyi, csak hogy ez Magyarországon a talajosztályozásban sajnos csak az erdőtalajok esetében érinti. Na, nézzük is meg, hogy mik ezek az erdőtalajok, akik ilyenek tudnak lenni. Amikor a barna erdőtalajokról beszéltünk a legelején, akkor direkt nem tértem ki erre, hogy itt beszélhessek róla, de ő is a barna erdőtalajokhoz tartozik. Olyan esetben, hogyha az agyag bemosódás annyira előre halad, hogy a kirúgzási szint és a felhalmozódási szint közötti textúra különbség nagyon nagy lesz, és amikor a víz megérkezik, akkor a kirúgzási szintnek a porló szerkezet nélküli kis agyagtartalmú részén így átszalad a víz, majd elérkezik a magas agyagtartalmú B-szinthez, ahol az agyag rögtön meg is dagad, még ráadásul megduzzad, és vízzáróvá válik. Na, ebben az esetben nevezzük, vagy beszélünk pangóvízről, és az ilyen talajokat ugye nevezzük pangóvízes barna erdőtalajoknak. Nem könnyű a művelésük. Magyarországon egy fő területük valahol dél-nyugat Magyarország, Zala, Őrség, részben Vas megye még, meg a hegyközben található még nagyobb mennyiségben. De egyébként azt mondhatjuk, hogy ott, ahol pannon üledékek vannak, hegy- és dombvidékeknek az alsóbb, alacsonyabb területein, vagy éppen a széles völgyközi hátjain, ahol az agyag védi ezeket a felszíneket, mint ahogy például a Tardonai dombság jelentős részén, vagy az egyetemünk által gyakran látogatott Alacskán, ezek az agyagos üledékek, ezek nagyon-nagyon erősen fogják a vizet, és gyönyörű, pseudogleis barna erdőtalajok jönnek létre. Mitől pseudoglej a pseudoglej? Ugye a glejesedésről már beszéltünk, vagy beszélünk a réti talajok esetében. Ez a talajvíz hatására létrejövő vas és mangán vegyértékváltás nagyon típusos tünetei vannak. Szürke, vörös színű talajok képződnek, jelezvén az időszakos víztelítettséget és az időszakos kiszáradást, tehát évente váltakozó körülmények között kell a talajnak túlélnie. Pangóvíz esetén viszont a víz nem lentről jön, hanem fentről jön. És ez nagyon-nagyon gyakori a magyar alföldön is, annak ellenére, hogy nincs ilyen talajunk. Tehát az alföldi mélyfekvésű, agyagos, hajdani, áttéri területek jelentős része, különösen szántóföldi művelés alatt, ahol a szerkezete le is romlott, ezek a belvizesnek nevezett foltok jelentős részei nem belvizek, hanem pangóvizek, amelyek a mélyfekvésű területek alján összegyűlő, be nem szivárgó vizekből jönnek létre. De miben különbözik ő a glejesedéstől már ránézése is? Az egyik legszebb, bárhol mehetnénk, de hogyha például ide rá zoomolunk erre a területre, akkor azt látjuk, hogy itt a törés felszínek jelentős része szürke. És ha itt jövünk lefelé, látszanak ilyenek, mint például itt ez a csík, innen jön így végig, a közepennek a csíknak még fekete is, mutatván, hogy még ott van a szerves anyag benne. Ez egy gyökérjárat, de itt keresztben is van egy repedés. Látszik, hogy gyakorlatilag a mátrix belül, ez itt vörös színű lenne, de így a repedésen, meg így a gyökérjáraton elkezd szürkülni. Tehát az olyan talajokat, amelyeket megrepesztve, természetes törésfelszínük mentén azt találjuk, hogy szürkés elszíneződésű, és közben, ha elvágjuk, akkor vörösödő szint ad. Na, ebben az esetben mindig arra gondolunk, hogy ez egy pangóvizes terület. Miért? Azért, mert a víz fentről jön, ez egyébként egy völgy oldal, lejtő oldal középső szakasza, tehát talajvízről szó sem lehet, és itt bejön a víz, és ezeken a repedéseken szépen jön lefelé. És mivel agyagos a talajképző kőzet, így a repedéseken beszalad, itt tudja redukálni az anyagot, kiszürkíti, oldatba viszi ugye a vasat, meg a mangánt,
amely vas és mangán, ugye, mivel oldatba ment, megszűnik színezni ugye ezt a kis felszínt vörösre, elkezd szürkülni, miközben a mögötte levő anyag az meg nagyon szépen jelzi, hogy ő alapvetően, köszöni szépen, vörös lenne. Ez a vörös szürke foltosság itt a vágottak mentén is nagyon gyakran megtalálható. Itt vannak a főbb áramlási irányok, és az is látszik gyakran, és itt a vágottnál látszik szépen, hogy a szürke mellett, ahol itt ebben a viszonylag puhább anyagba menne le, itt rögtön a szélén van egy vöröses csík, és utána jön ez a kicsit mangánosabb, barnásabb belső szín. Az azt jelenti, hogy itt az oldaltba vitt vas, itt rögtön a bezárt levegővel találkozva, itt a repedések vagy a fő áramlási útvonalak oldalán szépen kicsapódik, és vörösebbre színezi az anyagot, mint amilyen az alapvetően volt. Vagy itt van egy ausztriai szelvény, ez Bécstől egy picit nyugatra található. Ugye ő már attól ilyen, hogy itt egy hihetetlen magas 50-55% agyagtartalmú üledéken, ez egy domnak a legteteje, képződött szelvényünk van, ami gyakorlatilag galambszürkévé világosodik az egész, miközben itt lehet látni ezeket a kis sárgás vaskiválásokat, ez azt jelenti, hogy a vaskiválás is uralkodóan vashidroxid, ilyen jarozit-szerű ásványok formájában történik meg. Na, ez egy különleges esete ugye a pangóvizességnek, ahol vannak ezek a kis lilás, mangános beszínezések is még ráadásul, majd a kicsit feljebb levő részen lehet látni, hogy itt az üledéknek a formája is teljesen megváltozik, tehát másképpen reped, másképpen szakad. Itt van egy lazább rész, ahol megint vaskiválásokat látunk, fölötte pedig elkezd elbarnulni. Ezek a foltok úgy általában nagyon-nagyon szépen jellemzik ezeket a pangóvizes képződményeket, ott bent is ugyanez a szürke vörös foltosság látható, ami majd egyértelmű lesz ahhoz képest, vagy ahhoz viszonyítva, hogyha megnézzük a réti talajokat, abban milyen vaskiválási formák vannak. Aztán, hogyha ide lejövünk alulra, itt szintén pangóvizesség van, csak teljesen más témakörben, vagy máshogy jelenik meg. Nagyon gyakran a pangóvíz az olyan mértékben kiszürkíti, de ezt a kis sárgás szürkés, tehát ilyen látszik rajta, hogy a talajvíznek itt nyoma sincs, szép mészfelhalmozódás van, ami ennek egy erdő talajnak lenni kellene. Ez Beremend és környéke, Beremend mellől található ez a talaj szántóföldi művelés alatt. Az állandó vízhatás miatt annyira tönkre van menve a szerkezete, és annyira fogja a vizet, hogy a kevés víz hatására is hosszú idő keresztül telítetté válik, és ez a telítettség gyakorlatilag megindítja a redukciót, a vas és mangán redukciót, és ezt elkezdi ezt az egész talajt szépen így kiszürkíteni. Ilyen kivilágosodó, teljesen kilúgzott, szinte porig kilúgzott rétegeket lehet látni itt Beregújfalu mellől is, gyakorlatilag ez az alsó rész. Lehet látni, hogy annyira kilúzódik, kifakul ez az egész a vas és a mangán vesztése miatt, hogy az egész ilyen hintőporszerű bevonódással, ezzel a tipikusan jellegzetes fakó-szürkés színárnyalat bekeveredésével jelenik meg. Aztán itt az alsóknál is lehet látni ezeket a vasas szín, fölött itt van ez a pangóvizes kiszürkülő rész, amely gyakorlatilag megint ugye jelzi, hogy nem a talajvíz van itt, hanem egyszerűen az agyagos, és látszik, hogy itt van az agyag, tehát itt ennyire összezsugorodott a talaj, ennyire kinyílt a tálcához képest. Nyilván, amikor kiszedtük, akkor ez teljes mértékben illeszkedett a tálca széléhez, mert a tálca vágta ki. Ha így összezsugorodik, akkor lehet látni, hogy a kettő között mekkora talaj, vagy mekkora agyag tartalom közti különbség van. Ez az agyag természetesen megfogja a felette levő vizet, és ezt a szép, kiszürkülő pangóvizes foltot hozza létre fölötte, ami itt az ugyanúgy a vágott szelvényén is nagyon szépen látszik ez a kis valami. Lehet látni, tele van apró kis mangánszeplőkkel a kiszürkülő állományban, ezek a kis feketék, ezek a meg mellette a kis barnás foltocskák, ugye a vas és a mangán szeplők, amelyben ezben a nagyon tömör, gyakran vízmangásos anyagban kiválik, kicsapódik. Ugyanilyen kis vas és mangán szétkenődéseket lehet itt ebben a rétegben is látni.
Ezek a szelvények egyébként Tiszavasváriban találhatók, és attól különleges, nagyon gyakran mesél is már maga a felszíni helyzete is, mert ezek ilyen lefolyástalan töbrök, mélyedés, nem töbrök elnézést, ugye itt Tiszavasváriról van szó, de ilyen lefolyástalan teknők, amelyekben nagyon hosszú ideig megül a víz, a mezőgazdasági művelést is nehezíti, és az aljait tökéletesen, teljesen ki tud fakulni. És hát persze ugye a vas és mangán vegyérték váltásának a kis jelei is megvannak. De a pangóvíz hatást mindig abban kell keresni, hogy ha az ember megtördeli a szelvényt, akkor szürkés színányalatok jönnek elő, míg hogyha elkezdi vágni, akkor ahhoz képest elkezd kiszürkülni maga a talajanyag, vagy kivörösödni maga a talajanyag.